ahányszor átjövök itt a főtéren, mindig elgondolkozom, hogy itt van a Mátyás szobor csoport, ugye? És milyen keveset tudnak az emberek a mellék alakokról, tehát valójában a Fekete Seregről, ugye? Hát nem világhírű volt a Fekete Sereg? 20 000 lovasával, nehéz lovasok, könnyű lovasok, gyalogosok, ágyuk, harci szekerek, 9000 harci szekér, 8000 gyalogos, 20 000 lovas, köztük huszárok, a könnyű lovasok. Én azt hiszem, hogy az akkor egy unikum volt, ugye Európában volt már ilyen zsoldos sereg? Hát zsoldos seregek voltak, de ők nem csak Európában harcoltak, hanem a végvárakat védték, amiket Zsigmond király ugye húzott a Duna vonalán és a Száván végig. Megmondom őszintén, hogy nekem a kedvencem Magyar Balázs. És azt is megmondom, hogy miért. Egyrészt azért, mert gyerekkoromban mindig, amikor felnéztem rá, olyan marcona volt, hogy mindig megijedtem. Mondtam, hogy ha éjszaka megjelenik álmomba, akkor én fel fogok ugye ébredni. A másik pedig később én megtudtam, hogy Janus Pannonius, a latinul író magyar reneszánsz költő, egy verset is írt hozzá, én meg is kerestem ezt neked. Azt mondja, hogy beteg volt, tehát lázas volt Janus Pannonius. Zárójelben megjegyzem azt is, hogy akkor még ugye a láz az betegségnek számított, mert azt mondja, hogy a lázbeteg János a táborozó Balázsnak. Míg te, Balázs, cifrán lakozol most tábori traktán, a traktán lévén nagy kajálás, és oda sem fittyenc, bőgjön a kürt szava bár, én magam addig lázba heverve, vacogva tűnődöm. Küllőző kocsiján hozzon az égi sugár, és én kancsom felemelve köszöntselek újra Balázsom, fénylő márványkő hirdeti magyar napot. De azt is bevallom, hogy a legjobban Magyar Balázséknál a lánya tetszik, Benigna. Jolánka. Jolán? Jolán jelent a Benigna, hát Jolánt jelent, jótékonyságot, és Kinizsi Pál, aki egy szegény sorsú Molnár legényből lett hadvezér és főkapitánya a magyar seregeknek, egyesek szerint Mérában született, mások szerint Vázsonyban, mindenki magának vindikálja a szülőhely tényét. Meg úgy ismerte meg Magyar Balázsnak a lányát, hogy a malom csárdájában egy malomkövön, mint tárcán kínálta a bort a vendégeknek, a királynak és Magyar Balázsnak, Benigna Jolánka édesapjának. Persze ezt mi most már nehezen hiszük el, mert egy olyan magas funkcióban levő főúr, mi Magyar Balázs, nyilvánvalóan nem adta a feleségét, hogy Molnár. Hát nem nagyon szerette az a leendő apos a vejét, nem főleg, hogy nagyon sok csíntevésen rajta kapta. Egyszer elhagyta az őrhelyét, persze a záruhába öltözött Mátyás buzdítására, azért, hogy az ellenségtől a csemorva háborúk idején elfoglalja az ágyukat. És el is foglalta, ezért büntetésül kihelyezték délvidékre a végvárakra, jutalmul pedig megkapta Magyar Balázs lányának a kezét. Hát igen, ez a mese. És a nagyvázsonyi uradalmat viszont... Azt elhiszem, hogy a nagyvázsonyit megkapta. És hozományként pedig a Somlói várat kapta meg Kinizsi Pál. És ott született meg ugye Nagyvázsony várába az az imádságos könyve, a Magyar Benigna vagy Jolán, ahogy te mondod, Magyar Jolán zsoltáros könyve, aminek még mindig csodájára jár a világ, ugye? És mi a különlegessége? 4 kódexet írtak ebben az egyébként Kinizsi Pál által alapított pálos kolostorban. Az, hogy zsebkönyvként és zsebkönyv? Magyar nyelvű imádságos könyvként írták meg a magyar szerzetes rendű, a pálos ezt nem is tudtam. Kolostori szerzetesek. Úgyhogy Benignának 2 ilyen zsebkönyv nagyságú, vagy kicsinségű. Megmondom ezt, én láttam valamikor volt a Széchenyi könyvtárból, én azóta nem tudtam arra. Pedig a világhálón olvashatod. Megvan neked? Egy láttad? Kis paleográfiai régi írás olvasási tudása. Van egy meglepetésem, mert olvasd el a világhálón. Elhoztad? Elhoztam neked. Ilyen. Nézd meg, nagyon szép miniatúrákkal van kifestve, Boldogasszony, Jézus. Próbáljunk olvasni belőle, abár én már olyan rég paleográfiával, hát, habilában állok. Tudni kell, hogy imádságokat, antifónákat, zsoltárokat tartalmaz. Jézusról történet például, hogy 40 esztendeig kőzel voltam ez nemzetnek, és mondtam mindenkor, ezök tévelyegnök szívökben. Ami szép jel volt. Antifónák, zsoltárok. Tehát 1490-es évek. Igen. Ugye?
Uh-huh. Zsoltárok például, micsoda ember, hogy te róla emlékezel? Hogyha elgondolod, hogy azért... Azért tudd meg most is, hogy már nem vagyok gyerek, amikor felnézek így Magyar Balázsra, hogy eltűnődök az a vonásaim. Ne felejtsük el, hogy Magyar Balázs és Veje Kinizsipál mellett itt van Szapolyai István és Bátori István, aki Erdély vajdája volt, és a kenyérmezei csatában már majdnem elvéreztek egy Gyulafehérvártól délre a török Igen. ellen, amikor Kinizsipál megjelent a dombtetőn és hátba támadta a törököt, és a legenda szerint már csak a láttán a török szárny megfutamodott, lényeg, hogy szólította Bátori, és a két tűz közé szorítva a törököt szétverték. Egyik kezével emelte fel Bátori István sérült vajdát a földről, a másik kezével pedig hadakozott. Ő, mint a szamurájok, két kézzel harcolt, ugye ő, aki malomköveket tudott hajítani. Állítólag. De most nekem is van egy meglepetésem. És csak egy pillanatot várjál, jó, hogy vegyem elő a könyvet. Vajda seregéhöz, hogy már jutott vala, felszóval kiállta, és eképpen szóla. Szerető szomszédom, jó Bátori István, felej meg én nekem, vagyok Kinizsipál. Valahon te most vagy, jelentsd meg én nékem, élsz-e ides társom? Jelentsd meg én nékem, én vagyok Kinizsi, kinek a te élted, nagy vigasságára volt. Mindenkor éltet. Tehát ez Temesvár Istvánnak 15. században született verse. És a másik pedig, hogy beszéltünk arról, hogy Magyar Benignát, Magyar Jolánt ugye elvettek Kinizsi. Na most már az, hogy milyen boldog egy házasság, arról nem ketten, nem vagyunk mi hivatottak erről beszélni. De azért egy ilyen fickót, mint Kinizsipált, ugye, elvenni férjül nem egy akármilyen történet. Ugye, mert ő, például ebben a kenyérmezei csatában is, amit miről te meséltél, adott pillanatban törököt, a fogával felemeli a földön, és akkor úgy táncolja a körbe a tüzet, a jó kis vadember társaság volt. Nekem mindig, amikor a ritka magyart járják itt mezőségen, Kinizsipál jut eszembe, hogy két kezében fogja a törököt, és a foga között is egy törököt visz, és nagyokat lép, érted, mint a székiek vagy a mezőségiek, amikor ezt a ritka magyart járják. De azért Magyar Benigna is megérte a pénzét, a harmadik férjét, tehát miután Kinizsi meghal, még kétszer ugye a férhez megy, és a harmadik férjét is szépen diszkréten ledobta a várfalról. Csoda, hogy végül is nem perelték, és élve maradt, ő is megérte a pénzét. De első férjének érdemeiért a királytól kegyelmet kapott, arról nem is beszélve, hogy Mátyás halála után, ugye, mert hogy Mátyás Boroszlót is, Morvaországot is, Olmützben királyá választották, sőt, még Bécset is elfoglalta Kinizsieknek köszönhetően, Szapolyai István pedig az ausztriai részeknek volt a kormányzója. Mi lett a fekete seregnek a sorsa? Sok pénzbe került. Mert ha a fekete sereg ugye megmarad, akkor mehetett volna Mohácsra. Mátyás még tudta volna, még tudta fizetni, hiszen egy nehéz lovas 15 aranyat kért negyed évente, egy könnyű lovas pedig 10 aranyat kért negyed évente, egyébként nem álltak kötélnek, zsoldosnak. És sajnos Mátyás halála után szélnek kellett ereszteni őket, Ulászló nem tudta őket fizetni, és hát az egyébként a Mátyás túlélő Kinizsipál főkapitányként azt a szerencsétlen feladatot kapta, hogy szétverje az egyébként már porsázó és fosztogató fekete sereget. De érdekes azért, hogy a zsoldos sereg volt, tehát jó fizetést kaptak ugye mai kifejezéssel, és nálunk azért, hogy milyen nemzeti érzelmekkel töltjük fel őket, hogy jön a fekete sereg, és akkor elgondolod, hogy persze, hogy jött azért, mert kapta a 15 aranyat, mennyire egy negyed évre? Egy negyed évre, egy nehéz lovas, egy huszár pedig csak 10 arannyal megelégedett, de ez az akkori költségvetésnek több mint felét elvitte. Hát akkor is, hogyha munkanélküliség volt, akkor felcsaptál ugye zsoldosnak a fekete seregbe. Az is igaz, hogy aztán, hogy hazajössze a csatából, abban egyáltalán nem lettél biztos. Visszatérve a fekete seregre, nem csak a zsoldos seregben, hanem a népfelkelésben is állt a
a hadsereg ereje, hiszen Bátor István és Kinizsi Pál Temesvár környékén, meg a székelyek, szászok, sőt, Kenyérmezőn románok is harcoltak. Szárnyakra osztva, tehát a szászok, a székelyek, valamint a vajda serege mellett román különítmény is volt, és így álltak szembe a török szárnyakkal. Mégis őket beszorították, például a szászokat a Marosba, és ekkor jelent meg utolsó percben Kinizsi Pál a hegytetőn, a dombtetőn, és két tűz közé kerítették a törököt, és így sikerült a kenyérmezei dicsőséges csatát, úgyhogy ezért Kinizsi Pálnak tulajdonítják a nagy hadi nagy dicsőséget. Különben beszéltünk arról, hogy melyik, hogy szerezhette ugye a nemességét meg a vagyonát, hát tudd meg, hogy beszéltünk Magyar Benignáról, Joláról, ahogy te mondtad, és az a nagy vagyon, ami ott náluk volt és felhalmozódott, az idővel az mind visszapolyaihoz ment át. Tudod, hogy mire szeretnélek kérni? Vedd elő kérlek még egyszer a Magyar Benigna imádságos könyvét. Festetics kódexként lehet nekem ez egy olyan élmény, és segíts nekem, hogy egy kicsit az én paleografikus ismereteimet valahogy újra előhozzam. Próbáljunk meg olvasni, jó? Segítsz egy kicsit nekem? Na gyere, kapásból, csak így, lássuk, itt próbáljuk. Azt mondja, hogy ostoba ember? Nem. Micsoda ember? Micsoda ember, hogy te róla emlékezel, hogy embernek fia... Vagy embernek fia, mert... Állítod embernek. Mert állítod őtet. Állítod őtet, igen. Nagyon érdekes, ilyen gótikus betűkkel van írva, de magyar nyelvű imád. Igen, hát tudom, nyelvű. Angyaloknál ezt ki tudom olvasni. Angyalosság, ez mi, hirtelenséggel? Angyaloknál dicsőséggel. Dicsőséggel. Látod, az I betűt Y-nal írják, igen. Az Ö betűt pedig a mai W-vel.